Hetedik perc, a második szöglet. Nagy tömörülés van középen. Földes veszi le, Földes lő mellé. Hasonlóságokat is föl lehet fedezni a két csapatban, szerkezetileg nagyjából azonos módon játszanak védekezésben. Ez egyik oldalon Balassa, a másik oldalon ugye Dragoner, aki söprögetőt játszik klasszikus értelemben. Most egy hatalmas kavarodás középen és mellé. Újabb szöglet. Tehát ez az a helyzet, ami beszéltünk, ugye megáll a labda, túllépnek rajta a játékosok. Nagyon nehéz lereagálni az ilyen helyzeteket. Itt ragad le a labda, és Gera került helyzetbe. Nézzük tehát a szabadrúgást. Jó csavarás fölé. Zombori lőtt el végül, és kirúgás. Azt reklamálja még Zombori, hogy valaki esetleg hozzáért. Én nem hiszem. 32. perc, Vin szabadrúgása. Jó csúsztatás! Mit védett Milinte? Gera csúsztatása után hihetetlen nagy bravúr. Még meg is csúszott a fűvön a labda. Tessenek nézni. Eleve jó a fejes, és megcsúszik a fűvön, kivédi a kapus. Megköszönhetik most a társak Milintének, hogy marad a gól nélküli döntetlen. Tökéletesen a sarokra ment pedig a labda. Gera. Ebből elmehet Kardos. Elég régen volt már játékban. Horváth. Szépen tartja meg Horváth. Mehet tovább. Nem látja, hogy jön mögötte Zombori. Nem hiszem, hogy akkor átlökött volna rajta, hogy ez 11-est érjen. A 16-os vonalán helyezkedik Dragoner és Rutka, onnan robbannak majd be mindketten. Sőt! Kapufa! Megint Gera. A második remek fejese Gerának, és ezúttal Milinte a kapufa segítségével véd. Egy kockázatos középreadás, amiből indulhat a videóton. Zombori gólhelyzetben. Zombori még egyet tolt kifelé, és ezzel érzésem szerint kivezette a labdát gólhelyzetből. Zombori. Kitűnően rúgja meg Korsós. Középen Földes érkezik. Földes. Balog egy pillanatra lemarad. Földes! Szücs nagyot védett. Üres területhez jutott a videóton, és majdnem ki is használta a hazai csapat. Korsós! Szűcs! Ha az első félidőben azt mondtam Milinte védésénél, hogy hihetetlen bravúr, azt hiszem ezt a szót, ezt a kifejezést használtam, akkor ez most ugyanez igaz. A hazaiak hatodik szöglete, és egészen közelről nincs bent. Lévai. Szűcs ezúttal nem mozdul ki, Lévai egészen közelről fölé. Csiszár. Gera. Kellernek rövid, de még jó. Kardos. Most már egy az egyben kell megoldani, ha nem sikerül. Jó volt kiskapusi belépője. Uha, de furán áll a bokája, úristen Kardosnak, atyaisten. Azt a mindenit, új, a leérkezésnél. Ez súlyos sérülés, úristen. Azt a mindenit, szegény Kardos. Na, ez aztán végképp nem hiányzott. Ahogy csúszott kiskapusi, és hogy ez milyen érdekes az élet, hogy a Halmosival történt kiskapusinak egy hasonló eset, tehát mondjuk teljesen véletlen a földön csúszó lába alá beszorul Kardosnak a lába. Úristen! Fú. 21 esztendős, nagyon fiatal, tehetséges játékos Kardos. Reméljük, hogy felépül
Balog, és ez fölé. 75. perc, ott van Hrutka, finish, lőre.